Sérülésektől, betegségektől megtizedelve utazott Miskolcra az NKS, amely ettől függetlenül 2 ponttal megnyerte az első negyedet. A második 10 perc döntetlennél zárult, a harmadik negyedet azonban 5 ponttal elveszítették a több, nem teljesen 100%-os állapotban lévő játékos pályára küldő vendégek. Ekkor úgy tűnt, hogy a hazaiak kezében van a mérkőzés, a nyíregyháziak azonban nem adták fel, és maguk javára tudták fordítani a találkozót. Az elején ugye egészen szépen kosárlabdázgattunk, próbáltunk kintről dobni, de hagytak is bennünket egyébként kintről dobni, beálltak szintén egy 2-1-2-es zónába, tehát mindenféleképpen a palánk alatti játékunkat akarták semlegesíteni, ugye mert per pillanat úgy tűnt, hogy ott vagyunk a legpont erősebbek. Ez egy darabig sikerült is, aztán az Anna Takács annak kintről betalált, akkor ugye már volt 2 emberünk is, akit védeni kellett volna. Ez néha-néha össze is jött. A harmadik negyedben úgy nézett ki, hogy kész mindennek vége, elhúzott az ellenfél már több mint 10 ponttal, és akkor ugye húztunk egy nagyon merészet, ugye bevetettük a harmadik sérült játékosunkat, aki ugyan már egy hónapja elkezdett edzeni, de ugye még mindig nem 100%-os a lába, de ő legalább oldalirányba tudott futni, tehát innentől kezdve azért már a védekezésünk sokkal stabilabbá vált, tehát az első 2 emberünk a fönti kicsiket megoldották, palánk alatt a lepattanókat le tudtuk szedni, néha-néha betaláltunk kintről is, innentől kezdve sima út volt a győzelem felé. Az amatőr NBA egy piros csoportjának tabelláját a csata DS-e vezeti 7 győzelemmel, megelőzve az ugyancsak 100%-os TFS-ét. A nyíregyházi kosársuli 2-5-ös mutatóval a 11. helyen állva fogadja vasárnap a tabellán közvetlenül előtte álló Kecskemétet. Itt szerintem szintén a palánk alatt lehetünk veszélyesebbek, mert egy aránylag alacsony szerkezetű csapata van a Kecskemétnek, az viszont tény is való, hogy egy igencsak agresszív, kemény kosárlabdát játszanak, tehát mindenféleképpen szükség van arra, hogy a fönti kis embereink azok úgy a támadásban, mint a védekezésben keményen pörögve védekezzünk, támadjunk, tehát ugye azt is kell elfeledni, hogy itt azért igen kemény ütközésekbe is bele kell szaradnunk. A Kecskemét biztos, hogy kifogja az egész Pásta támadásra, tehát nekünk ugye a 7 hátralévő részét arra kell használnunk, hogy ezeket a feladatokat megpróbáljuk megoldani, és úgy felkészülni, hogy hazai pályán begyűjthessük végre a harmadik győzelmünket is. A nyíregyházi kosársuli Kecskemét mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában.